Újabb ülést tartotta a Tolna megyei oltási munkacsoport a koronavírus elleni védőoltások lebonyolításának ügyében. Horváth Kálmán kormány megbízott, a társulás vezetője elmondta, hogy amikor kitűzték az ülés dátumát, nem sejtették, hogy újabb kihívásokkal kell szembenézniük. Mindenki által egyértelmű, hogy a vírus helyzetben egy harmadik szakaszba léptünk, és az eddigiekhez képest egy plusz kihívás az, hogy mutáns vírussal állunk szemben, ami lényegesen agresszívebb, mint amivel találkoztak az orvosok, illetve hát sajnos az állampolgárok is. Az elmúlt napokban nagyon megugrott a fertőzöttek száma. A szakértők szerint ez a vírus agresszív mutálódásának tudható be. Azzal, hogy az első oltást már ki tudjuk szolgálni az embereknek, ezzel egy jelentős lépést tudunk annak érdekében lépni, hogy ne kapják el ezt az egyébként igen agresszív vírust. Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádió interjújában elmondta, hogy a helyzet drasztikusan romlik, a harmadik hullám felszálló szakaszában vagyunk, ezért emelt szintű készültséget rendelt el a kórházakban. A fertőzések száma a következő két hétben inkább drasztikusan, sem mint enyhén, tehát jelentős mértékben nőni fog. A kérdés megint az, hogy a magyar egészségügy teherbíró képessége, orvosaink, ápolónőink, odaadása, helytállása, az eszközeink elégséges volt-e, mind együtt képessé tesz bennünket a védekezésre vagy sem. Itt tartunk. A miniszterelnök hozzátette, rengeteg szabad ágy és szabad lélegeztetőgép van még az országban, de arra kér mindenkit, oltassa be magát, hogy ezekre ne legyen szükség. Tolna megyében március 2-áig közel 20 000 embert oltanak be, az eddig közel 50 000 regisztráltból.